Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket a Közjól második évadjának nyitó epizódjában. Nagyon köszönöm, hogy ennyien hallgattátok az első évadot, és külön köszönet azért a rengeteg visszajelzésért, amit adtatok. Hallgatunk rátok! Éppen ezért az első szezon alapozása után a következő hónapokban szűkítjük a fókuszt. Két hetente egy-egy konkrét témát, táplálkozási módot, betegséget, szokást és jelenséget közelítünk meg szakértő vendégeimmel, hogy te is tudatosabban, egészségesebben élhess. Kevés dolog kapott akkora hype-ot az elmúlt években az egészségügyben, mint amivel az évadnyitóban fogunk foglalkozni. Az Ozempic és a hozzá hasonló gyógyszerek. Ahhoz, hogy megértsük, valóban eljött a tűszúrásra vagy gyógyszerre fogyás időszaka, először feltérképezzük, mi állhat az elhízás hátterében, majd annak járunk utána, hogyan működik pontosan a csoda gyógyszer, kiknek ajánlják a szakorvosok, mennyire érhető el Magyarországon, és mit kell tudni, mielőtt teljesen elkényelmesedünk, mondván, hogy az elhízás többé senkit sem fenyeget. Ebben segítenek nekem mai vendégeim, dr. Kollár Réka endokrinológus és dr. Porok Navec Marietta diabetológus. Tartsatok velünk! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, először is Mariettát, szeretettel üdvözöllek a műsorban. Én is szeretettel üdvözlök, és a hallgatókat is. És Rékát, téged is köszöntelek. Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is. Nagyon-nagyon vártam ezt a beszélgetést, és ezt a mai témát. Nyilván a saját érintettségem miatt is, nem tudom, hogy hány évet töltöttem különböző fogyókúrák tanulmányozásával, vagy kipróbálásával, illetve ugye a gyógyszer téma is nagyon-nagyon foglalkoztat. Onnan indítanám a beszélgetést, hogy ti hogyan látjátok, mik azok a fő tényezők, amik szerepet játszanak az elhízásunkban. Legfőképpen szerintem a táplálkozás az az elsőrendű. Aztán a mozgás is nagyon befolyásolja a testsúlyunkat, és utána jön a többi genetikai, környezetbehatások, illetve endokrinológiai betegségek, gyógyszerek, pszichiátriai, idegrendszeri betegségek. Főként egészségügyi probléma áll általában a háttérben, azoknál a pacienseknél, akikkel ti találkoztok, vagy egyszerűen az, hogy folyamatosan eszünk, és egyáltalán nem mozgunk, az a fő indok. Hát esztétikai probléma is, főleg a fiatalabb korosztálynál, és azon kívül hát félnek bizonyos betegségek megjelenésétől, amiről tudnak, hogy összefüggésbe lehetnek a fogyással. Ugyanakkor a társadalom számára is egy nehéz gondot jelent, mert az kövérség kapcsán kialakuló betegségek komoly, egyrészt az egyén, másrészt pedig a társadalom biztosítás részére is nagyon komoly összegeket jelentenek. Bizonyos statisztikák szerint 200 milliárd forint az évben az elhízás szövődményeinek a kezelése. Ugye ez már az egyik fő következménye, de maga a kialakulás is szerintem nagyon sokrétű lehet. Én a saját ismerőseim körébe nagyon sok olyan nőt ismerek, aki mondjuk pajzsmirigy probléma miatt, vagy egyéb hormonális probléma miatt, vagy akár fogamzásgátló szedése miatt hízott meg, illetve amit te is említettél, hogy olyan pszichológiai dolgok is állhatnak a háttérben, mint mondjuk a depresszió, vagy mondjuk egy antidepresszánsnak a szedése. Mennyire jelentős, hogy gyakori azoknak a betegeknek a száma, ahol endokrin rendszer probléma vagy felborulás áll az elhízás hátterében? Az elhízás hátterében az endokrin rendszer az csak a legkisebb. A legtöbb beteget úgy látjuk, hogy inkább diétás hibát vétel, vagy nagyon kevés a mozgás, vagy nincs motivációja a betegnek. De ezek az endokrin betegségek, illetve genetikai betegségek, ezek inkább belenyésző. Meg gyakorlatilag tudjuk gyógyszeresen is kezelni, hát hogyha egy pajzsmirigy alulműködést gyógyszeresen kezeljük, és elérjük a normál értéket, akkor már nem játszhat szerepet az elhízásban. Igen, sajnos nagyon sok beteg arra fogja rá, hogy el van hízva, hogy pajzsmirigy beteg, de hogyha mi kezeljük az ő pajzsmirigy alulműködésüket, és a TSH értékük normál tartományba kerül, akkor valójában rendezzük az ő anyagcseréjét, amit a hipotireózis, a pajzsmirigy alulműködés okozott. Úgyhogy nem ez az ok áll ennek a hátterében. Tehát akkor kimondhatjuk, hogy az életmódunkkal kell foglalkozni, tehát akkor ismét ide érünk vissza, hogy ez a... Igen, az a legfontosabb tényező.
Igen, és hát világszerte, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is az elhízás nagyon komoly problémát jelent, és Magyarországon a népesség 60%-a vagy túlsúlyos és elhízott, és a másik az, hogy van 3-5%, aki nagyon elhízott, tehát BMI-ben 40 fölötti, és Magyarországon sajnos 250-300 ezer ilyen embert tartanak számon. Olvastam egy kutatást, ami szerint Európában azt hiszem a top harmadik legelhízottabb nemzet vagyunk. Top kettő, és a túlsúlyban meg a negyedikek vagyunk. És szerintetek mi az az a tényező, ami miatt Magyarország ennyire hát jól teljesít, már, hogyha ezt így mondhatom, az elhízás területén? Tehát mi az, ami miatt mi magyarok ennyire elől vagyunk? Részben a magyaros konyha, tehát gyakorlatilag a sok krumpli, burgonya, zsírosabb ételeknek a fogyasztása, a helytelen étkezés, mert általában a magyar ember napjában 2-szer, maximum 3-szor étkezik, és az esti táplálkozás, amivel nagy kalóriát viszünk be, az éjszaka lerakódik. Mondjuk önmagában csak megütötte fel a burgonya, azt például tök sok dietetikussal beszélgettem erről, akik nem szeretik, hogyha egy ételt hibáztatunk, hanem hogy együnk bármit, csak hogy maga a rendszer kialakítása a fontos. Igen, az fontos a rendszer kialakítása. Igen. És az sem mindegy, hogy milyen mennyiséget. Tehát úgy, hogy megvan szabva a szénhidrát mennyiség, például a diabétesz esetén is, hogy mikor mennyi szénhidrátot, és milyen típusút, hogy lassan vagy gyorsan felszívódó szénhidrátot, és ezzel is tudunk segíteni a fogyás vagy a testsúly megtartásában. Mi a különbség túlsúly és elhízás között? Testtömegindexel tudjuk meghatározni. Az valójában azt jelenti, hogy ha testsúly per testmagasság négyzetméterben, és a túlsúly az azt jelenti, amikor a beteg BMI indexe, a testtömegindexe 25 és 29,9 között van, és az elhízás már 30 fölött van, és ott is vannak valójában grédek. A gréd 1 elhízás az azt jelenti, amikor a BMI-je a betegnek 30-tól 34,9-ig van, és a gréd 2 az meg 35-től 40-ig, és az extrém túlsúly az meg 40 fölött van. A betegek normál testsúlya az 18,5 és 25. Ha meg kellene fogalmaznotok olyan egészségügyi alapösszefüggéseket, amiből így mindenkinek érdemes lenne tisztában lennie ahhoz, hogy értse, hogy milyen következménye van annak, hogyha túlsúlyos, vagy hogyha el van hízva, akkor mi lenne az? Tehát milyen hatásokkal kell számolni, hogyha mi tartósan a megfelelő BMI index fölött töltünk el éveket? Hát különböző betegségeknek a megjelenésére kell számolnunk, úgyhogy ezek közül van az inzulinrezisztencia, a diabétesz 2-es típusa, azon kívül a magas vérnyomás, a szív problémák megjelenése, az ízületi problémáknak a megjelenése, tehát ezek mind károsító tényezők lehetnek a beteg életminősége szempontjából. És feltételezem, hogy ezekre mind nagyobb esélyünk van, hogyha még a stresszel is kell számolni. A stressznek is szerepe van, például a diabétesz esetén az egyik tényező lehet a vércukor emelkedésben. Ez így van, egyetértek, és még aztán mindenféle pszichiátriai betegségeknek, pszichés bajoknak a kialakulása is, meddőség férfiaknál, ugyanúgy, mint nőknél is. És még egy érdekes dolog, hogy a gyerekeknél is megjelent a túlsúly, tehát az általános iskolások közül minden negyedik túlsúlyos, és ami nagyon érdekes, hogy a 14-16. Életév között 16%-a a túlsúlyos gyerek, és megjelent a 2-es típusú diabétesz ebbe a korosztályba, ami régen soha nem volt. Már hogy ennyire fiatalon is. Igen, ez a 2-es típus régen időskori diabétesznek hívták, tehát biztos, hogy felnőtt korban inkább a 40-es évek fölött jelentkezett, úgyhogy most viszont kamaszkorban is már vannak 2-es típusú diabéteszes betegeink. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, Rybelsus, Saxenda.
Ezek azok a készítmények, a gyógyszerek, ugye, amikkel csak én az elmúlt hónapokban találkoztam, mint a súlykontrollnak az új megoldásai. Hogyan és milyen célból születtek ezek a gyógyszerek? Tehát induljunk innen. Mire találták fel őket, és mit tesznek a szervezetünkben? Ez gyakorlatilag a diabétesz kezelésére, és ma is egyik alapja a diabétesz kezelésének. A szervezetben, a bélben van olyan természetes anyag, a GLP-1 és a GIP, ami segít a szénhidrát anyagcsere fenntartásában. Ez viszont van egy enzim, a DPP-4, ami gyorsan bontja, tehát ezért egy ideig nem tudták a gyógyszereket alkalmazni. Később rájöttek, hogy van a DPP-4 gátlás, és abban az esetben a GLP-1 hatás jó lesz. De nagyon érdekes a felfedezése is. A kutatók találtak egy olyan hüllőt Arizonába, a Gila Monstert, ami egy évben 3-4-szer táplálkozik, ennek ellenére nem fogy, és ennek ellenére megtartja az izomtömegét is. És akkor kezdték el kutatni, és akkor mutatták ki a nyálába ezt az anyagot, és elnevezték Exendinnek. És az Exendinnek a továbbfejlesztése, szintetikus úton előállítása lett az első GLP-1 analóg, az Exenatid. Ez meg 2009-ben volt. Tehát igen, az USA-ban akkor hozták forgalomba. Ugye én felsoroltam kb. 6-7 ilyen gyógyszert. Mi ezekben a közös, és mi a különbség közöttük? Hát a hatóanyagokban van különbség, teljesen más hatóanyagú, és a hatás hosszában, illetve a gyógyszerek felírhatóságában is van különbség. Óriási mítosz kering ezek közül, hogy ezek körül a gyógyszerek körül valóban megoldódik az elhízásnak a kérdésköre, hogyha az ember a felsoroltak közül valamelyiket elkezdi szedni? Én nekem az a tapasztalatom, hogy egy ideig, óráig igen, megoldódik. De sajnos diéta betartása nélkül, illetve testmozgás nélkül nem fog menni. De tényleg egy csoda gyógyszerről beszélünk? Tehát tényleg olyan átütő és olyan globális problémára hoz egy új megoldást és egy szemléletet, mint ahogyan ezt ilyen-olyan fórumokon olvasni lehet? Azért nem gondolnám, hogy ez önmagában, ez a gyógyszer olyan sokat jelentene, és egyelőre még nincs elég tapasztalat, hogy milyen hosszan lehet adni, és hogyha nagyon hosszan adják, milyen káros mellékhatás jelentkezhet esetleg. Rövid távon hatva a mellékhatásait tudjuk, általában nem annyira erős mellékhatások vannak, hogy a gyógyszer elhagyását ez szükségessé teszi. Én úgy olvastam, hogy ugye nyáron került Németországban forgalomba, és Európa egészében kizárólag receptre kapható. Hogyan lehet? Melyik? Hát ez is egy jó igen, kérdés. Hogy Magyarországon... Mert nem mindegyik elérhető nálunk. Nincsen a Wegovy, a Mounjaro, úgyhogy ezek nincsenek, Amerikában vannak. Akkor melyik az, ami van Magyarországon, és hogyan lehet ezekhez hozzájutni? Magyarországon az Ozempic létezik, valójában abból is a 0,25-ös az egy hiánycikk, és 0,5-ös elérhető, 0,5 milligrammos elérhető Magyarországon. Meg az 1 milligrammos is még, igen. És bocsánat, a Rybelsus is van, és az is elérhető, és a Saxenda. A Rybelsus a tablettás készítménye, tehát ugyanolyan szemaglutid tartalma van, mint az Ozempicnek. Annak az adagja 3, 7 vagy 14 milligramm, és az a különbség, hogy az Ozempic injekciós készítmény, amit heti egyszer kell beadni. A Rybelsus viszont minden nap reggel, így a morra egy korty vízzel kell bevenni, és utána fél órát nem szabad táplálkozni, mert a gyomorból, az üres gyomorból szívódik fel egyenletesen. Ki írhatja ezt ma föl nekünk? Hát gyakorlatilag diabetológus, endokrinológus írhatja föl, és háziorvos, hogyha kapott az endokrinológustól vagy diabetológustól javaslatot, akkor egy év időtartamig írhatja fel. Ti felírjátok ezt ma nem cukorbeteg pácienseiteknek? A Saxendát. A Saxendát, igen. Miért pont a Saxendát? Hát mert valójában az van
engedélyezve úgy, hogy elhízott betegeknek ki lehet írni. Igen, nincs diabétesze, és a BMI-je 40 fölött van, vagy a BMI-je 27 és 30 között van, de van hozzá egy vagy több társult krónikus betegség, mint például a cukorbetegség, magas vérnyomás, magas vérzsírszint, szívbetegségek. Tehát, ha jól értem, akkor van egy protokoll, ami alapján ezt tartjátok ti most a legbiztonságosabbnak, vagy a legjobb megoldásnak? Igen, nem mindig a guideline-okat kellene figyelni és betartani. Igen, és ezért is volt részben hiány az Ozempicből, mert felírták nem diabéteses betegek részére is fogyás céljából, és ezért volt hiány, tehát a Novo nem tudott annyit gyártani, hogy tudja a szükségletet biztosítani a diabéteses betegek számára. És pont ezért például Belgiumban azon gondolkoznak, hogy be is fogják tiltani ezt a gyógyszert, mert a cég sajnos nem tudja teljesíteni, ami a kínálat valójában. Aha. Egyáltalán, és teljes hiányciklet, és például a diabéteses betegeknek nem elérhető, akinek fontos lenne. Hát persze. Most még egy van, a Lilinek is van egy tartós hatású dulaglutid gyógyszere, de pillanatnyilag az is hiányzik. Tehát azért hiányzik, mert hogy ilyen volumenben vagy vásárolják már olyan... Hát nem, igazából nem, nincs annyi adatunk, hogy mennyien vásárolják, mi csak azt látjuk, hogy egyrészt mi is sok diabéteses betegnek adjuk. Nem tudjuk, hogy mennyi a gyártókapacitás. Tehát, hogyha csak diabéteses betegek kapnák, akkor tudnának eleget gyártani. Mert sajnos a Saxenda az normatívra, teljes támogatásra kiírható. És elég drága gyógyszer, egy havi adag 65 ezer forint. Hogyha receptre... Receptre normatívra, nem az lehet, nem szakorvosi igen. javaslat, az bármelyik orvos kiírhatja. Én a saját ismerősi körömben hallottam már ennél olcsóbb gyógyszert felírni Magyarországon az orvost. Nem, az nem biztos, hogy az megfelelő, mert sajnos volt olyan, hogy az Ozempicet is, meg egyebeket hamisították. Tehát én mindenkit óvnék attól, hogy ne hivatalosan gyógyszertáron keresztül váltson ki ilyen gyógyszereket. És akkor szerintem térjünk is rá a mellékhatásokra, és szintén egy saját ismerősi körből, amikor először felmerült, hogy valaki elkezdi eszedni ezt a gyógyszert, vagy sem, akkor nyilván utána mentünk, és olyan mellékhatásokat olvastunk, mint az éhségérzet teljes megszűnése, a folyamatos émeiggés. Volt olyan információ, hogy reggelente konkrétan úgy kelnek fel az emberek, hogy reggelizni sem tudnak az émeiggés miatt, akkor ebből már olyan cikkekre tévedtünk, ahol azt veszegették, hogy ez a gyógyszer egészen egyszerűen ellehetetleníti, hogy megfelelő mennyiségű tápanyag jusson a szervezetbe az éhségérzet megszüntetésével. Ezek csak, amiket én láttam, ilyen rémhírek. Segítsetek ezt tisztán összefoglalni, hogy mik lehetnek a negatív hatások. Nagyon szerteágazó negatív hatásai vannak, de leggyakrabban inkább az emésztő rendszerre hatnak. Tényleg lassítják a gyomorürülést, így hányingerhez vezethetnek, hasi puffadást idézhetnek elő, illetve székrekedést a hasnyálmirigyben. Ott fokozzák ezek a gyógyszerek az inzulinnak a szekrécióját, vagyis az inzulin elválasztást, a béta sejteknek a megnövekedését, proliferációját, hisz azok valójában azok serkentik az inzulin termelését, és így hasnyálmirigy gyulladáshoz is vezethetnek. Laborleletekben a betegeknek előfordult már, hogy láttunk emelkedett amiláz-lipáz szintet így, illetve én egy személyes tapasztalatom az, hogy az egyik barátnőm is alkalmazta az egyik GLP-1 agonistát, és ő neki egy epekövesség alakult ki, és meg is kellett műteni. Meg akut pankreatitis is kialakulhat, tehát nagyon fontos, hogy felhívjuk a betegek figyelmét, hogy abban az esetben, hogyha felső hasi fájdalom, vagy fokozottabb émeigés jelentkezik, akkor azonnal hagyja abba a gyógyszer szedését, és forduljon orvoshoz.
Ritka a szövődmény, általában 1000-ből 1-nél fordul elő, de nem mondhatjuk azt, hogy nincs ilyen szövődmény. Most még fölmerült, hogy a meduláris pajzsmirigy karcinómát is okozhat. Ezt nem lehetett igazolni, végül arra a következtetésre jutottak, hogy akinek a családjába ilyen előfordul, akkor ne fogyassza ezt, ne használja ezt a gyógyszert. A másik pedig, hogy vigyázni kell, akinek szövődményként már ismert retinopátiája van, tehát a szemereken van érelváltozás, azt nagyon szoros kontroll mellett szabad csak alkalmazni, úgyhogy ne okozzunk hirtelen vércukoresést, mert akkor a retinopátia romolhat. Hogyha valakinek ezt fölírja az orvosa, akkor mi az, amit javasolnátok, hogy milyen gyakran járjanak, és adott esetben milyen vizsgálatokon keresztül figyeljék, hogy ez a gyógyszer milyen hatással van a szervezetükre? Mindig a legkisebb dózissal kezdünk, például az Ozempic esetében 0,25-tel, és mellette megbeszéljük a diétát, és fontosnak tartjuk a napi 5-szöri étkezést. Most azért is fontos bizonyos mennyiségű szénhidrát, legalább 120 g szénhidrát bevitele, mert ha annél kevesebbet visz be, akkor már a szervezet másképp szerez energiát, akkor a zsírokból, és akkor megjelenhetnek a vizeletbe a ketontestek, tehát ezt semmiképpen nem javasoljuk. Úgyhogy én azt, emellett a beteg mérje a vércukrát, az éhomi vércukor a döntő a beállítással kapcsolatban, és azon kívül én egy hónap múlva visszarendelem, hogy megbeszéljük, hogy mik a tapasztalatai, mik az értéke, és ennek alapján döntünk, hogy ennél a dózisnál tartunk, megemeljük a dózist, vagy ha komoly panaszai vannak, akkor elhagyjuk a gyógyszeradását. Így van, teljes mértékben, és utána elég a 3 hónap múlva visszahívni kontrollra, és hogyha tényleg nincs semmi panasza, akkor egy fél év múlva akár, de a diabéteses betegeknek elvileg 3 havonta kellene kontrollálni a hemoglobin A1C értéküket, és úgy visszamenni a gondozó orvoshoz. Itt a negatív hatások mellett pozitív hatások közül azokra, akik fogyási céllal szedik ezt a gyógyszert, van bármilyen olyan kutatás vagy összefüggés, ami egyéb hatást vizsgál az Ozempic és a hasonló ilyen szemaglutid hormon alapú készítmények pozitív hatásairól? Elvileg a fogyásra önmagában nem lehet adni, csak a diabéteszbe. Fogyásra csak a szakszendát lehet adni. Uh-huh. És akkor a szakszendának ugyanaz a hatása. Csak a szakszenda viktóza alapú, és az Ozempic, az pedig szemaglutid. És akkor a pozitív hatások pozitív, ugyanígy. És a másik az, hogy a szakszendát is fokozatosan kell bevezetni. 0,6-1,2, akkor 1,8-2,4 és 3 mg. Tehát körülbelül 5 hét alatt lehet elérni ezt a maximális dózist, de van, aki nem tudja elérni, mert már 1,8-nál is olyan komolyabb tünetei jelentkeznek, akkor javasoljuk, hogy álljunk meg itt, és lássuk meg, hogy alakul a továbbiakban. Csökkentsük a dózist egy picit. Visszacsökkentjük. Említetted ezt a platót, aminek az elérése után nem fogynak a betegek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én szedem hány hétig? Például 16-20 hétig. Szerintem 16-20 hétig, és utána elér a szervezetet egy rezisztens... Egy körülbelül egy ilyen rezisztens állapotot, és utána nehezebben, mert tényleg a fogyás, még utána egy pár kilót fognak, de a súlycsökkentés már nem olyan extrémen nagy, mint amikor azóta, mint amióta elkezdték szedni a 16.-20. hétig ez a testsúlycsökkenés, és hogyha leállnak a betegek a gyógyszerrel, akkor sajnos egy ilyen ógörbe alakul ki, hogy akkor a testsúlyuk teljesen visszamehet, ha diétát nem tartják, meg nem sportolnak, nem mozognak eleget, amennyit kell, akkor körülbelül egy év alatt visszaszerzik ugyanazt a testsúlyt, amit elveszítettek. Hogyha valaki abba hagyja, akkor tehát nagyon gyorsan vissza tud kerülni ugyanabba az állapotba. Van olyan, aki nem hagyja abba, és nem tudom, folyamatosan emeli a dózist, vagy egyszerűen van egy felső határ, ami fölé nem lehet menni a dózissal? Hát a 3 mg
fölé nem szabad menni semmiképpen, semmiképpen, és hát egyelőre nem tudjuk, hogy milyen tartósa. Most vannak vizsgálatok arra, hogy 1 év, 2 év és 5 év adta valaki ezeket a gyógyszereket, különösebb szövődményt nem találtak, és a fogyásnak ilyen körülbelül a testsúly 17%-át lehetett elérni. Igen, a fogyásnak. Tirzepatiddal, ami a Mounjaro és a Zebound, ott 18%-kal csökkenti a testsúlyt, ez valójában a leghatékonyabb, hatékonyabb, mint a szemaglutid, illetve a liraglutid, a szemaglutidnál ilyen 15%-ot veszít a beteges testsúlyából. Igen, és a Mounjaronál az az érdekes, hogy ott nem csak az GLP-1, hanem a másik hormon, ami a bélbe fordul elő, a GIP, azt is hasznos. Ez az első ilyen készítmény, amiben ilyen kombinált készítmény van. És ez miért jó? Csak hogy mi is értsük, akik nem értjük? Azért a szervezetben a legnagyobb endokrin szerv a bélrendszer. És a bélrendszernek vannak különböző sejtjei, amik termelik, az egyik fajta a K-sejtek, azok termelik a GIP-et, és a másik pedig a GLP-1-et az elsejtek termelik. És ezeknek a hatása az, hogy a hasnyálmirigy inzulin termelését fokozzák, ugyanakkor a hasnyálmirigy ellenhormonját, a glukagonnak a termelését azt csökkentik. Most együttesen hatnak az étvágy csökkentésére, a gyomorürülésnek a lassítására. Tehát ez a kettős kombinációban úgy látják, hogy hatékonyabb. Van olyan saját élményetek, ahol mondjuk egy óriási sikersztori lett ennek a gyógyszernek a nem cukorbetegeknek felírt használata? Van olyan betegem, aki igaz, hogy hosszabb úton és nagyon fegyelmezett, tehát egy teljes életmódváltást hozott létre egy 50 év körüli férfi ember, és a diétát tartja naponta rendszeresen 30 percet mozog, ezt követően még hétvégeken többet mozog, és a szakszendát alkalmazza, a 3 mg-ot, ő bírja, nem okoz nála problémát, és gyakorlatilag most már nem volt nagyon nagy túlsúlya, és azt a túlsúlyát, kb. 20 kg-ot, azt másfél év alatt lefogyta. És másfél évig szedte a gyógyszert? Szedte, adta magának, igen, és most nem szedi már, de a többi inkább még fokozta a mozgás mennyiségét, és gyakorlatilag tudja tartani a súlyát. És akkor neki csak pozitív tapasztalatai? Igen, igen, csak pozitív. Aztán van olyan betegem, akinek extrém túlsúlya van, diabéteses is, tehát ő kapja az Ozempiket maximális dózisba, és mellette még kapja ezt a Merkformint kiegészítésként, és gyakorlatilag egy 4-5 kilót fogyott összesen másfél év alatt. És ez mitől van, hogy ennyire máshogy hat emberekre? Én nem hiszem, szerintem itt valami egyéb probléma. Itt valószínűleg a vezetett menü, hogy mit ettem ma, az nem volt teljesen valós. Én nekem is volt egy ilyen betegem, pont ugyanilyen, aki hát 40 fölötti BMI-je volt, próbálkoztunk a GLP egyanalóggal, lement 1-2 kiló, és hát ilyen 5 mondjuk rá, de utána sajnos gyomorbypassra került a sor, mert annyi krónikus betegsége alakult ki, meg már ő is fiatal volt, még ilyen 35 éves környékén. Szerintem is körülbelül annyi. Mennyi? 35 körül vannak, és még az az érdekes, hogy újabban azt mondják, hogy a gyomorbypass műtétet követően is érdemes egy ideig adni a szakcendát, hogy ezáltal is segítsünk, hogy ne hízza vissza a beteg a testsúlyát. Valahogy olyan, mint hogyha ezeknek a gyógyszereknek a forgalom meg köztudatba kerülésével valóban egy betegségként kezdenénk el kezelni az elhízás nyilván bizonyos szintjeit, és hogy azokra viszont ez egy nagyon erős, akár indítólöket, akár végleges megoldás. Ez így van? Ezt én jól gondolom? Hát végleges megoldás az életmódváltás. Az életmódváltás az a legfőbb. Tehát ez hosszú távon. Tehát hosszú távon itt élete végéig akkor. Tehát itt nincs arról szó, hogy mostan azért én most többet fogok enni, meg másképp táplálkozom. Tehát ez a mediterrán jellegű diéta, a nagy rosttartalom fogyasztása, a fehérlisztnek a kerülése,
úgyhogy a zöldség, gyümölcs fogyasztás, naturhúsok, halak fogyasztása hosszú távon és a rendszeres mozgás, ezzel meg lehet őrizni a súlyt. Én itt a végleges megoldást azt olyan szempontból mondtam, hogy ugye valahogy nem biztos, hogy minden esetben így beleérezzük magunkat annak a helyzetébe, aki akár fizikailag, akár lelkileg egy olyan állapotban van már a saját súlyától és egészségügyi problémáitól, hogy nem tud elindulni. És azoknak viszont az, hogy ezzel elindulnak, és mellette mondjuk egy olyan orvosnál kötnek ki, mint ti, akik az életmódot tartjátok az elsődleges és a végleges megoldásnak, mégiscsak ezek a gyógyszerek egy nagyon-nagyon erős löketet adhatnak, és akár az a férfi, aki 50 évesen ennek a segítségével el tudott indulni, lehet, hogy sokkal motiváltabb és könnyebben tartja a súlyát. Az könnyen lehet. Igen, ez így van, hogy több motivációt kaphat, így ilyen lelki megerősítést, vagy lelki erőt kaphat ettől a gyógyszertől, hogy igen, lehet ezt így is. És valljuk be, hogy ebbe a bocsánat közben, hogy ebbe a témába ez a lelki erő, amit mondtál, ez az egyik legfontosabb, hogy ezt igen, megtaláljuk. Igen. Nálunk például most fog megnyílni egy obezitológiai szakrendelés a Semmelweis Egyetemen, és mi bevontunk oda endokrinológusokat, diabetológusokat, fiatal belgyógyász kollégákat, illetve nem utolsó sorrendben dietetikusokat és pszichológusokat, és minden beteggel fog személyszerűen egy pszichológus foglalkozni. Igen, és a dietetikusoknak nagyon nagy jelentősége van, például, mert a diabéteszes betegeknek ugye nagyon fontos ismerni a különböző táplálékoknak a szénhidrát mennyiségét. Most egy vizit kapcsán nem tudok annyira részletesen bemenni, csak az alapdolgokat tudom megtanítani a diétával kapcsolatban. Én nagyon fontosnak tartom dietetikusnak a bevonását a tartós diéta kialakításában. Ez sem először hangzott el itt a műsorainkban, úgyhogy úgy érzem, hogy a dietetikusoknak a szerepe az egyre inkább értékelődik föl, de azért azt is látom, meg saját tapasztalatból is tudom, hogy akkor vagyunk képesek ilyen tudás bővítésre, amikor már az alapbaj, vagy az alapfeszültség, vagy elmúlt, vagy a motiváció megérkezett, és ezért ez szuper, hogy nálatok lesz pszichológus is a csapatban, aki ezzel a részével foglalkozik. Kutatások, és akkor itt vissza a gyógyszerekre. Hol tartanak a kutatások itthon, vagy akár külföldön? Úgy látjátok, hogy van még hova fejlődni ennek a gyógyszernek? Tehát, hogy ezen most jelenleg is dolgozik még a nemzetközi szakma, és várható az, hogy ebben még jobb dolgok fognak kisülni? Hát biztos fejlődni mindig kell, és mindig persze, lehet. És ha vannak újabb felfedezések, akkor azoknak egy idő után gyógyszerformába öntése, az mindenképpen előrelépést jelent. Nálunk a Semmelweis Egyetemen is fogunk ezügyben, gondolom, kutatásokat végezni, vagy elhízott betegekben. És ti is ilyen forradalmi dolognak látjátok ezt? Hogy ezt az egész folyamatot, vagy a készítményeket? Hát az inzulinhoz képest, ami egy hívást okozó szer. Igen, ez egy nagy fejlődés. Ez egy nagy fejlődés, és azáltal, hogy a betegek, diabéteszes betegeknek nem a második lépcső a tabletták után az inzulinadása, hanem egy olyan szer, ami inkább csökkenti a testsúlyt, vagy testsúly semleges, ez azért egy nagyon nagy előrelépés. Záró kérdésként azt szeretném megtudni tőletek, hogy orvosként milyen esetekben javasolnátok a hallgatóknak ezeket az elérhető szemaglutid alapú gyógyszereknek a szedését? És most nem a cukorbetegekre gondolok. Milyen? Tehát, hogy aki most hallgat bennünket, mik azok a problémák, esetek, állapotok, ahol arra biztatnátok őket, hogy telefon föl, diabetológushoz, vagy endokrinológushoz. De csak a szakszendát, tehát az csak a szakszendát, semmi másról. Valójában a felirati nyilatkozathoz tudunk mi is hozzászólni, ami ott van, hogy hogyha a beteg BMI indexe eléri a 27-et, 27-től 30-ig, és plusz társul hozzá valami krónikus betegség, amit említettük, hogy cukorbetegség, magas vérnyomás, alvási apnoé, dislipidémia, magas lipidszintek például,
akkor, vagy ha beteg BMI-je 30 fölötti, akkor lehet nekik teljes árba felírni a gyógyszert. Igen, tehát 27-es BMI alatt nem szabad felírni, de azt is csak akkor, ha van szövődmény, és csak 30 fölött. De olvastam azt is, hogy azt írták, hogyha 3 hónap alatt a testsúlyának 5% csökkenését nem érték el, akkor nem javasolják a gyógyszer további alkalmazását. Igen, meg guideline-ok alapján is úgy van, hogy a betegnek először 3 hónapig meg kell tartani az életmódváltást, a szigorú életmódváltást, ami azt jelenti, hogy 1400-1600 kilokalória környékét betartani, és 120-160 g szénhidrátot, ezt meg kell nekik tanulni, számolni, amire valójában a dietetikus tanítja meg őket. Azért ez a gyakorlatban nem így történik, tehát amit mondjuk én hallok, és nem egy barátom, ismerősöm az, aki beszámolt arról. Én is hallok ilyeneket, mert kollégák fölírtak Ozempiket is olyanoknak, akik nem diabéteszesek. Ebből probléma is van most pillanatnyilag, mert nagyon szigorúan meg van határozva, hogy 2-es típusú diabétesz esetén írható fel 70% kedvezménnyel, amennyiben 3 hónapos metformin kezelés esetén hemoglobin A1C 7% fölött marad, akkor kezdhetem el az Ozempik adását. Azt hiszem, hogy túlságosan mélyen így a szöveteinkben van az a vágy sokaknak, hogy fogyjanak, és én ezért feltételezem, hogy azért előfordulnak olyan esetek, ahol ezek a határok elmosódnak. Talán visszakanyarodva a kérdésre, hogy ha én jól értettem, azért, ha valaki a protokoll szerint, és azt a megfelelő hatóanyagtartalmú készítményt szedi, ami orvosilag kvázi biztosított, vagy ajánlott, akkor ott viszont ez a 27-es BMI fölötti túlsúly esetén ti is ajánlanátok, hogy menjenek el orvoshoz, és térképezzék fel, hogy ez nekik van, való indulás-e. Ha van társbetegség hozzá, amiket említettünk, akkor igen. Igen, mindenképpen. És a másik az, hogy nagyon érdekes az emberi természetre, hogy a gyógyszert sokkal könnyebben elfogadják és beszedik, mint életmódot váltsanak. Nekem is ez a tapasztalatom vele. Nagyon nehezen váltanak életmódot. Én például magamról tudom, hogy most én Ázsiában voltam körülbelül ilyen 3 hétig, és nem volt ott hűtő. Jobban mondva volt hűtő, de kész ételt, frissen készült ételt ettünk. És én nekem körülbelül ilyen 8 kiló lement, mert amikor otthon vagyok, akkor persze nyitogatom a hűtőt. Nyitjuk. És akkor jön a nassolás, egy kis magyaró, és hogyha ezt az ember így összeszámolja, egy körülbelül 500-1000 kilokalóriát pluszba fogyaszt. És hogyha nem mozog az ember, akkor 500 kalóriába szintén mínuszba van, és így már egy nap körülbelül ilyen 1000-1500 kilokalória pluszba van, és akkor persze, hogy elkezd hízni. Na és akkor erre mi a megoldás? A hűtő lelakatolása, vagy mind induljunk el Ázsiába, vagy mi a... Erősnek kell. Az embernek el kell dönteni azt, hogy ezt csinálom, és akármilyen nehéz, akkor is végig kell vinni ezt az egészet. Olvastam egy olyan érdekeset, hogyha naponta csak 200 kalóriával többet eszünk, ami egy minimális dolog, akkor 1 év alatt 8 kilót nő a testsúlyunk. Az a baj, minden ellenünk van. Tehát, hogyha bemegyünk a boltba, átmegyünk a barátainkhoz, kinyitjuk az internetet. Túl nagy a kínálat. Ez a baj. És olyan, mint a tényleg a szembeszél, hogy minden jön, hogy így a vágyat felkeltse, és ezzel szembe pedig a túloldalon jönnek a problémák, ami abból fakad, hogyha mi megadjuk magunkat ezeknek a vágyaknak. De akkor az üzenet az, hogy legyünk erősebbek? Igen. Hát mi csak segíteni tudunk igen, elmondani, hogy mit kell tenni a diétával, a mozgással, a gyógyszerrel, de utána már a betegen múlik az, hogy alkalmaz-e és betartja, és akkor tudunk sikert elérni. És ott tényleg őszinte magával, hogy nem csalja el a diétát, és vezessen diétásnaplót, és írjon be minden egyes magyarót, amit megvesz, vagy minden egyes kockacsokit. Egy magyaró, két magyaró. Igen, mert ezzel adódik össze a sok kicsivel. Miután én főleg diabetikus vagy diabéteszes betegekkel foglalkozom, tehát én iratom a kezdetben is, amikor egy gyógyszerváltás van,
meg a másik, hogy van a terhességi cukorbetegség. Ott például a kismamáknál nagyon szigorúan kell étkezési naplót vezetni és a méréseket, mert csak úgy tudok tanácsot adni, hogyha látom, hogy mi az a probléma, ami magasabb cukrot okozott, hogy hagyjuk ki a diétából például. Nekem a motivációként az a tapasztalatom, hogy az tud pozitív motiváció lenni, hogyha abból indulunk ki, hogy szeretnénk magunkat jobban érezni a bőrünkben, és ehhez feladat van, és ez lehet, hogy a magyarózacskó kihajítása a kukába, vagy tényleg az ilyen szintű fokozottabb tudatosság, ami nem megy a boldog és örömteli életnek a rovására, úgyhogy én engem ebbe erősítettetek meg ma, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és bízom benne, hogy tudtunk segíteni pár embernek abba, hogy elinduljon, vagy tartsa magát ezen az úton. Köszönöm szépen. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, alig vártam, hogy kimondhassam. A kösz jó, a 2 hét múlva folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a műsor csatornájára, és csekkoljátok le a HVG podcastokat is, mert több új műsorral is készültünk a tavaszi évadra. Ha bármilyen kérdésetek, visszajelzésetek van, várom őket a Spotify kérdői funkciójában, vagy a podcastokukac@hvg.hu e-mail címen. Hamarosan újra találkozunk, én Bánhalmi Kata vagyok, sziasztok!